Karcag legújabb köztéri alkotását leplezte le. Aki ide téved, aki ide jön, látni fogja a Dombrát, találkozni fog a kazak hősökkel, a kazak szeretettel és a szülőföld szeretetével. És ez a Dombra nem jégből van, ami tavasszal elolvad, hanem bronzból, ami örökké tart, mint a két nép barátsága és testvérisége. Majdnem sokkal ezt követően átvette azt a diplomát, amely tanúsítja, hogy tiszteletbeli karcagivá fogadták a kazak parlament elnökét. Mindig úgy tekintettünk önökre, mint testvéreinkre. Mind a kazahok, a hunok, a kunok leszármazottjaira, örököseire. Nem csak a jelen köt össze bennünket, hanem a dicsőséges múlt és a sérthetetlen hagyományok is. A kun hagyományok mai napig élénken élnek Karcagon, ebből az 5000 kilométerre fekvő Kazasztánból érkezett vendég is láthatott bemutatót. A lovas nomád élet emlékei, az eszközhasználat, a kultúrában és a művészetekben megmutatkozó hasonlóságok, vagy az a több mint 600 hétköznapi szó bizonyítja összetartozásunkat. Az összetartozás szálai egyre erősödnek. Az elmúlt években rendszeresen vendégül látjuk városunkban kazak barátaink delegációit. Művészeti csoportok, kutatók, diákok érkeznek különböző rendezvényeinkre, és városunk is meghívást kap a kazak és a nagykövetség által megtartott rendezvényekre. Gazdasági területen is van már előrelépés, hiszen egy karcagi vállalkozás is jelen van a kazak mezőgazdaságban. Az, hogy rokonainkat tisztelhetjük egymásban, az az egyre szorosabb kapcsolatok ápolására ösztönöz bennünket. Feladatunk, hogy az eddigi kapcsolatok megőrzése mellett tovább fejlesszük gazdasági, tudományos, oktatási, kulturális, művészeti, sport együttműködéseinket. A Karcag Kincse Központban a napokban nyílt tárlat a kazak Almati Múzeum anyagából, amely több mint 200 kiállítási tárgyon keresztül mutatja be a sztyeppei kultúra sokszínűségét.